ami hétvége. Szombat délután 4 órától a Kossuth Rádióban. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja. Csúcsrangadó Veszprém-Szeged csata következik a férfi kézilabda bajnokságban. Győzelemmel biztosan csoportelső a Győr a női kézilabda BL-ben. Viktória kupa már 8-szor a ritmikus gimnasztikázók számára. A hangmérnök Tomán Sándor nevében is köszöntöm Önöket a sportvilágban, a mikrofonnál Szőke Viktória. A Nyíregyháza hazai és az Újpest idegenbeli sikerével fejeződött be a középszakasz a női röplabda extra ligában. Nyíregyháza Jászberény 3-2, Kaposvár Újpest 1-3. A Békés Csaba és az Újpest már tagja a legjobb 4 mezőnyének. Az elődöntőbe jutásért Nyíregyháza Vasas és Kaposvár Jászberény párharcokat rendeznek március 21-től. Csúcsrangadót játszanak holnap a férfi kézilabda NB1-ben. Az Éllovas és címvédő Veszprém 17 óra 15 perctől fogadja a második helyezett Szegedet. A meccset az M4 Sport élőben közvetíti, de a szombati körkapcsolásban is hallhatnak róla. Barok István a szegediektől Balogh Zsoltot szólaltatta meg. A legfontosabb kérdés, Boka? Múlt héten azt mondtam, hogy 70%-os, most körülbelül 80%, tehát ugye edzek vele, ugye játszottam is már, de azért még érzem, hogy kicsit féltem, főképp ez a legnagyobb probléma, hogy azért az ugrólábamról van szó, és azért a kontaktukban még óvatosabb vagyok, de ez ugye meccsen az adrenalin hatására általában el szokott múlni, de edzésen kicsit nehezebb ezt elfelejteni. Itt azért látom, volt némi totyorgás, az ennek tudható be, vagy pedig a cselezés maga? Igen, ennek tudható be. Mozgásaimban még hiányosak, tehát nincs az a lendület, ami kellene, és nincsenek olyan széles mozgások, amivel egyébként próbálok dolgozni, hanem kicsit úgy be van most szűkülve még a mozgásom. A lövő mozgásod nem annyira, mert Barcelonában láttuk fantasztikus gólokat tőled, úgyhogy a kezeddel nincs baj. Igen, kezemmel nincsen problémám.